A Szentírásban az áll, hogy ahol megárad a bűn, ott túlcsordul a kegyelem. És a gondviselés a legnagyobb rosszból is jót tud kihozni. Hát pontosan ez történt. A Gyurcsányféle nemzetárulás, amikor miniszterelnökként nem átallott a saját nemzete ellen kampányolni, és a magyarság egy harmadát ki akarta rekeszteni a közjogi értelemben vett magyar nemzetből, akkor ezzel lelki trianont okozott. De ez felrázta a magyar nemzet életösztönét, és miután a Fidesz-KDNP kormány kétharmados felhatalmazást kapott, 10 évvel ezelőtt lehetővé tettük, hogy minden magyar, bárhol él a világban, megkaphassa a magyar állampolgárságot. És örömmel jelentem, hogy 1.100.000 külhoni magyar nemzettársunk letette az állampolgársági esküt, és így nemzettársunkból polgártársunkká vált.